Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem Szűcs Erzsébet. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm a nézőket. A beszélgetésünk egyik apropója pedig mindenképpen, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmával adták át Székesfehérvár megye Jogúváros egy rangos elismerését, apró kultúradíjat a Vörös Marti Színházban, és ebben az esztendőben a tiéd lett az elismerés. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Hát én is köszönöm. Nehéz, nem, az ember bizonyos kor után már általában kapnak díjakat, de még nem érzem, hogy abban nyilván abban a korban vagyok, de valahogy az ember mérlegeli, hogy esetleg vannak, akik jobban megérdemelnék, vagy többet letettek az asztalra, de aztán, mikor mások elkezdenek örülni az ember kitüntetésének, mondjuk büszke rám az édesanyám, vagy a gyerekeim, akkor ez az öröm, ez visszasugároz, és akkor az ember elkezd egy kicsit büszke lenni. Köszönöm. Büszke lehetsz, jó helyre került, és büszkék vagyunk mi is rád. Annál is inkább, hiszen meghatározó szerepet játszol a Székesfehérvár kulturális életében, hiszen művészettörténészként ez bizonyos értelemben nagy szó, hiszen Székesfehérvár nagyon szilárd lápokon áll művészet szempontjából és a kultúra szempontjából. Viszont ahhoz, hogy elérjünk addig, mármint a Prokultúra díj, meg kell, hogy ismerkedjünk a pályaválasztásoddal, a kezdeti lépésekkel. Tehát a döntés felelőssége már fiatalkorban is ott leledzik az ember lelkében, szívében és az agyában, és ez fontos kérdés. Miként választottál te hivatást magadnak? Hát nagyon érdekes, Varga betűk nem olyan sok van az életemben. Én alsóban a Kossuth iskolába jártam, fölsőbe a György Oszkár térre, és ott volt egy Zavaros Ida nevű matematika tanárnő, aki nagyon jó tanár volt, én nagyon jó matematikus voltam. És így az osztályból engem egyedül felvettek a gépipariba, híradástechnikai tagozatra. Többen jelentkeztünk, a többiek fiúk voltak. És nagyon érdekelt, hogy működik az Elektron 24 televízió, ezt meg is tanultuk, ebből le kellett érettségizni. Tehát a számítástechnika érdekelt, egyáltalán, hogy működik a világnak ez a technikai része. De hát aztán negyedikre, mikor a Videótonban voltunk termelési gyakorlaton, akkor rájöttem, hogy annyira nem vagyok tudós, hogy olyannyira nem vagyok tehetséges, hogy tudós legyek, viszont nem tudnék gyárba dolgozni, mert az a fajta szalagmunka, hogy én művezető legyek egy szalagmunkán dolgozó embereknek, az kizártnak tartottam. És ezért elmentem Szombathelyre népművelés magyar szakra, főiskolára, mert hogy a népművelés az akkor is ilyen dobbantós pálya volt, gondoltam, hogy majd magyar nyelv és irodalmon kívül valamihez szeretnék érteni. Már akkor az volt a szerencse, hogy akkor lett kész az ifjúsági ház, és a bátyám az Újházi Péterhez járt szakkörben, mivel mi ott laktunk mellette. Én pedig a Vaderna Józsefhez jártam irodalmi önképzőbe, tehát ez még középiskolás koromban volt. Úgyhogy Szombathely 4 éven át rengeteget olvastam, megpróbáltam azt is bepótolni, ami ugye a műszaki tanulmányok matematika miatt elmaradt. És utána 80-ban Szetya Szele István csábítására, mert én mindenképpen tanítani akartam akkor, de ő rávet arra, hogy én menjek MOR-ra dolgozni. Úgyhogy MOR-ra kerültem 80 augusztusától. Köszönjük Szetyának, így ezúton is. Úgyhogy kérdeztem nemrégiben tőle, mert most többet beszélgettünk így a múltról, mert készül egy, talán elmondható, egy ilyen életútkönyv. És azt mondta Szetya, hogy én legyek az, aki őt végighallgatja, amikor visszaemlékezik. És ezt most szerkeszti már, úgyhogy reméljük egyszer megjelenik. Tehát azt mondta, hogy látta bennem. Nyilván ezeknek a középiskolás élményeknek is köszönhető. És hát annyira jó csapat volt már akkor ott, a Szetya mellett, ugye Nagy Benedekről, és a hozzá kapcsolódó velem egykorú fiatalokról van szó, akik ott a kerámia műhelyben dolgoztak, akik a kútház újjáépítésében részt vettek,
hogy az nagy tanuló évek voltak, amit a Szetya mellett töltöttem. Aztán ő hamar ott hagyott bennünket, 2 év után, és akkor én is úgy gondoltam, hogy elmennénk onnan. Úgyhogy utána én Kecskemétre mentem. Az is egy nagyon, szóval nekem nagyon jó munkahelyeim voltak, és az volt a nagy szerencsém, hogy az első 2 főnököm, ugye Szetya, meg utána egy Probstner János nevű kerámikus művész, ők olyan művészetszervezők voltak, művelődés szervezők, és mint egy önálló intézmény működtek a világban. Itt mondjuk kicsit messze van a kecskeméti kerámia stúdió innen, de a Probstner János tényleg a saját ötletéből összevonva és összekunyerálva az összes magyarországi kerámia gyárat létrehozott egy teljesen új intézményt, mondjuk Kecskemét abban a korszakban, amikor én 84-ben oda kerültem, ez egy nagyon unikális város volt. Már abból a szempontból, hogy nagyon nemzetközi volt. Ott volt a kerámia stúdió, a Pannonia rajzfilm stúdió, ott volt a Kodály intézet, a Szóra Katénusz, és mindebben egyszerre hosszú hónapokig legalább 30-40 külföldi, Japántól, Izlandig, Lettországtól, mit tudom én, Koreáig voltak emberek. Tehát egy nagyon jó időszak volt az életemben. Tehát megkaptad az indítatást mindenképpen. Uh-huh. Tudnék róla sokat mesélni, állíts le, amikor úgy gondolod, hogy arról sok szó van. Tehát, de mivel közben 2 gyermekem született, és az ilyen 24 órás állás volt a Korompai Péternek, a páromnak is, aki a technikai asszisztens volt, én pedig a művészeti titkár, összesen 5-en dolgoztunk ebbe az intézménybe. Ezért eleinte is azt mondtuk, és már a kezdetektől, hogy 5 évet tudunk vállalni, hogy az egész életünk, éjszakánk, nappalunk ezekkel a művészekkel teljen, hiszen nem mondhatod azt egy művésznek, hogy 4 órakor letelt a munkaidőd, és akkor te nem foglalkozol vele. Úgyhogy megszületett a 2 gyermekünk, és akkor a rendszerváltáskor a Nagy Benedek Kék és ez a csapat összeállt Móron egy alapítványba, és visszacsábítottak bennünket tulajdonképpen. Tehát eljött Móra. Az ideje a váltásnak. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy a Mórnál tartunk, hogy a Mór a ti vezetésetekkel, a ti kezdeményezésetekkel lett az, ami máig elkísér. A Móron mi fogadott, hiszen a semmiből kellett, ha úgy tetszik, egy másik új világot építeni? Hát igazából, hál' Istennek, nem volt semmi. Tehát pont azért hoztuk létre az alapítványt, mert már a 80-as években felszereltünk egy textiles műhelyt, létrejött a szerigráfiai szita műhely, és ott volt egy tulajdonképpen vagyon a fa megmunkáló gépekben, amit korábbi pályázatokkal nyertünk, vagy nyert ez a csapat. És azt kellett kimenteni a majdnem megszűnő művelődési házból. Tehát ugyan semmit nem tudtunk, hogy mi lesz, és nagy szerencsére kapott az alapítvány épületet, és így nagy lendülettel nekiálltunk annak. És hát nyilván a Bence szelleme, és ez a egyivású, akkor fiatal korosztály sok mindent meg tudott teremteni. De ez máig ható történet abszolút. Mindenképpen, hiszen most is, hála Istennek, működik az egész. Ki van találva a rendszere is, tehát ez egy, sose senki nem hiszi el, hogy itt ebben nincs évente rendszeres állami vagy önkormányzati támogatás. Ezt a műhelyekben dolgozó emberek, akik vállalkoznak egyes kivitelezési munkákra, maguk tartják el. És akkor én 94-ben, amikor már visszajöttem Szombathelyről, mert volt még ott egy kis kitérő, Szombathelyen a Szombathelyi Textil Gyűjteménynek voltam a vezetője, mert közben, akkor már meg volt 2 gyermekem, akkor sikerült felvételt nyernem az ELTE művészettörténet szakára. Azért mondom így, hogy sikerült felvételt nyerni, mert csak olyanokat vettek fel, akik olyan helyen dolgoznak, ahol szükséges a művészettörténeti történészi diploma. Ezt Móron még nem fogadták el, de Kecskeméten már elfogadták. Mit tette szükségessé, illetve hogy jött a váltás Székesfehérvárra? Hiszen ez egy rendkívül fontos időszak, akkor még itt volt, majdnem csak köztünk volt még Deák Dénes, ahogy tetszik, egyik oldalról, és természetesen ott volt Kovalovszky Márta.
Így van, és Kovács Péter. És Kovács tehát, Péter. Hogy 93-ban halt meg a Deák Dénes, és Márta 94, tehát először 86-tól Kowalowski Márta foglalkozott a Deák gyűjteménnyel. De miután meghalt a gyűjtő, pont abban az időszakban volt Márta a velencei biennálé kormánybiztosa, és fel kellett dolgozni a hagyatékot, mert ott volt a lakásba, a Deák Dénes lakásába, és ezért úgy döntött szerencsére az önkormányzat, hogy létesít egy művészettörténés státuszt. És erre úgymond meghívtak engem, mert a Kovács Péter is tudta, a Szetye is tudta, hogy én már végzős vagyok, így másoddiplomásként Szombathelyen, vagy Budapesten, de közben engem elcsábítottak Szombathelyre a textilművészek, amikor végzős voltam, mert ott nem volt gazdája a kortárs textilgyűjteménynek. És hát viszonylag kevés az a művészettörténész, akit az iparművészet is, a kortárs iparművészet érdekel. És így a Keserű Katalin a tanárom, meg a textilesek jártak a nyakamra, és úgy volt, hogy ott a Péter a párom kap egy műtermes lakást, és akkor mi legyünk Szombathelyen. És hát ez így volt egy vacillálás, végül is az történt, hogy amikor meghívtak Fehérvárra, akkor Fehérvár mellett döntöttünk nyilván a szüleim, a családom, és hát a valami fajta lokálpatriotizmus miatt is, hogy maradjunk itt. És egy fantasztikus munka vette kezdetét, hiszen tudjuk, hogy még életében Deák Dénes tárgyalt Veszprémmel, Székesfehérvárral, és végül is a Deák gyűjtemény ide került, örüljünk neki. Viszont ez egy nagyon komoly munka, hogy elkezdted, hogy több száz olyan alkotás képezte a Deák Dénes tulajdonát, ami tulajdonképpen az alapja most is a Deák gyűjteménynek. Hogy sikerült ezt rendbe hozni és tárlattá dúsítani, rendezni? Ez 94-ben nagyon gyorsan kellett, ugye már 93-ban még Deák Dénes életében megkezdődött a bővítés. Tehát az első két kiállítást, egyrészt ami a Pelikán galéria helyén nyílt, és a másodikat, ami 88-ban az Alka Máté utca, Oskola utca 10-ben nyílt, azt Márta rendezte, az teljesen rendben volt, kész volt, nagyon jó tárlatok voltak, de azzal, hogy az egész hagyaték ide került, és bővítette a város az épületet, a Jókai utca épület felől, Jókai 11 felől a Smohai ház két lakásából, így úgy döntött, akkor ugye Balsa István volt a polgármester, hogy ez nyíljon meg még 94-ben. Tehát viszonylag gyorsan meg kellett az új állandó kiállítást rendezni, de közben még a háttérben folyt a hagyaték feldolgozása. Ugye a Deák Dénes kereskedett a műtárgyakkal. Adott vett, nem minden műtárgyat szánt, vagy művet, vagy alkotás, mert nem mind volt műtárgynak nevezhető, úgymond, szánt a múzeumi célra, hanem adott vett, cserélt, és egyre jobb művek kerültek a kezébe. És ez a cserére, eladásra szánt anyagot kellett leválasztani tulajdonképpen, hogy ne kelljen tárolni fölöslegesen, meg minden, a főgyűjteményről. És akkor abból aukciókat rendeztünk, eladásokat rendeztünk, hiszen az volt a szerencse, hogy úgy volt megírva a végrendelet, hogy az az összeg, ami az eladásból befolyt, az is a Deák alapítvány. Az alapítvány. Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy nyilván ugye ez a 2000 mű az alapítvány tulajdonát képezte akkor már. Így van. Nagyon ügyesen dr. Gelencsér József volt benne a végrendelet megírásába, az alapítvány létrehozásába, hiszen Deák Dénes 1990-ben létrehozta az alapítványt, ami a város és az alapítvány az ő örököse. Végül is a Deák gyűjtemény, illetve a Városi Képtár Deák gyűjtemény, illetve a Hetet Hét Játék Múzeum is a tiéd lett, úgymond. Igen, előbb lett az enyém, úgymond, a Pelikán Galéria. A Pelikán Galéria. A Pelikán Galéria már 95-ben, tehát mindjárt, amikor idejöttem, még azt se tudtam, hol vagyok, de hát a művészek már 93-ban megkapták a Pelikán Galériát, de hát egy egyesület a rendes nyitvatartást, takarítás, egyéb dolgokat nehezen tudja megszervezni, és mondták, hogy nem lesz semmi dolgom, csak legyek a házigazda, vagy hát házi asszonya, és majd a művészek mindent intéznek.
Hát ez néha több minden átcsúszik az intézményben, de 95-től, hát nyilván nekem állati könnyű volt, hiszen a bátyám és művész ezekkel az emberekkel, én már Móron a 80-as években megismerkedtem. Tehát ők is bíztak bennem, hogy én nem fogok rátelepedni, mint programgazda, vagy nem fogom megmásítani a kiállítási terveket, és így a Szetyán keresztül elérték, hogy akkor ez mint az intézmény része legyen. Hát már akkor szó volt arról, még akkor Tücsi nagyon stram és ügyes gazdája volt a Fehérvári Babaháznak, tehát nem, akkor még azt nem akarták az intézményhez csatolni, hiszen azért is egy ilyen dr. Nagy István polgármestersége alatt került ugye Székesfehérvárra a gyűjtemény. Lógott a levegőben, mert a Megyei Múzeum épületében volt, de nem volt gazdája. És hát én meg annyira kemény voltam, hogy azt mondtam, hogy amíg nem kapok hozzá egy szakemberre való státuszt, én nem értek ehhez a dologhoz. Addig tök mindegy, hogy kinél van, ha nincs egy tárlatvezető, vagy nincs egy szakember. És az nagy szerencse volt, hogy a dr. Nagy Veronika az így időközben a Tücsi szárnyai alatt kinevelődött erre a területre, és éppen szülési szabadságon volt, amikor végre úgy döntött a város, meg Breyer Éva segítségével azt gondoltuk, hogy ha már városi a gyűjtemény, a város fizeti érte a dolgokat, akkor kerüljön városi épületbe. És akkor innentől lett az én feladatom a Hetetét Játékmúzeum. Egy kicsit térjünk vissza a Deák gyűjteményhez, hiszen említettük, hogy 2000 mű, és emellett viszont ahhoz az időszakhoz fűződik, hogy egyre több kortárs festőművész képe is bekerült a Deák gyűjteménybe. Ezt miért éreztétek fontosnak? Gyűjteménygyarapítás sajnos a 90-es évektől a múzeumoknál saját költségvetésben nem áll rendelkezésre pénz. Valahogy ez így alakult. És a Szent István Király Múzeumban a kollégák, már Mártáék is, meg Sasvári Edit, aztán később Izinger Katalin, pályázati úton szerez pénzeket jó kortárs művek megvásárlására, hiszen a Mártáék, azt mindenki tudja, a 60-as években ez a tisztelt mester akcióval egy olyan kortárs gyűjteményt alapítottak, amit muszáj folytatni, és öröm folytatni, és muszáj kapcsolatban lenni a kortárs művészettel. De én, mint a városi képtár vezetője, azt tudtam, hogy én nem fogok egy pályázattal labdába rúgni műtárgyvásárlásra a Szent István Király Múzeummal szemben. Mondjuk praktikus lett volna a gyűjteményt gyarapítani abból a korszakból, amit a Deák Dénes gyűjtött. De olyan mértékben ment fel a műtárgyak ára, hogy még a bevételek vagy az eladások semmi nem fedezte, szóval egy gulácsit venni, amikor, mit tudom én, már 70 millió volt, vagy egy Tihanyi Lajost, vagy egy Mednyánszkit, azt a korszakot nem lehetett bővíteni. És hát nekem ez az affinitásom a művésztelep felé, és a Móri hátterem, az így arra vezetett, hogy ha én művésztelepet szervezek, és már Kecskeméten is ugyanígy gyarapítottuk a gyűjteményt, és abból a lehetőleg a legjobb műveket, amikor létrejönnek, beteszem a gyűjteménybe, az a művésznek is jó, és a gyűjteménynek is jó. Remek döntés volt. Hát azt gondolom, igen, nem volt könnyű, de már hogy megszervezni az első művésztelepeket nulláról indulva, mert senki nem tudta, hogy valóban jó művésztelepet tudsz-e szervezni, valóban a művészek ott jól tudnak-e alkotni. Hát így jött létre, az most már pont most jelenik majd meg egy katalógus, 205 műtárgy került ilyen módon, hát elsősorban székesfehérvári és Székesfehérvárhoz kötődő művészektől a gyűjteménybe. Ha már szóba került, akkor a művésztelepekről beszéljünk, hiszen MOR működik, a fehérvári művészek ott vannak, illetve a fehérvári művésztelep, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódik a különböző tárlat, Fejér megyei őszi tárlat, és így tovább. Ezt helyek közel. Kapcsolódik is, nem is, igen. Helyek közel. A művésztelepek, ez mi minden kellett, hiszen megmaradt MOR, ugye ez volt a központ, ez máig így van egyébként, és ez így van rendjén. És volt Agárd. És Agárd.
Tehát az Agárd előbb indult, mint Mór. Agárdnak is van előzménye, még a Köfém, Sár Erzsébet, Vil Tibor, még a 70-es években. Tehát valahogy ez ilyen érdekes dolog. Magyarország is, nem csak Fehérvár és Fehér megye, de a művésztelepek révén rendkívül sokat profitál. Itt vagyunk Közép-Európában, és szerintem, ahogy én ezt mondjuk Kecskeméten is megéltem, ez egy olvasztó tégely, ez egy kapcsolati lehetőség. Ugye legjobban megismerni egymást munkaközben lehet, és megszeretni is, és ezek a művészek egymás mellett dolgozva olyan barátságokat alakítottak ki, tényleg Tallinn és Izland között, és nem tudom, hogy azt gondoltam, hogy ha ezt mi Magyarországon folytatjuk, vagy bizonyos módon megcsináljuk, akkor ez mindenképpen egy közösség erősítését szolgálja, és így is lett. A Móri közösség is erősödött, és nem véletlenül irigyelt a Székesfehérvári Művészek Társasága, mint csapat, hiszen politikai nézetei szerint egészen különböző emberek szót tudnak érteni egymással, párbeszédben vannak, együtt kiállítanak, vitatkoznak, hatnak egymásra. Ehhez kellenek helyszínek, úgyhogy ezért is volt fontos ez a Mór. Igen, főszervezőként és kurátorként egyaránt ott voltál, és ott vagy. Igen, de ezt nem lehet egyedül csinálni. Tehát, hogy itt, hogyha nincs Móron a Nagy Benedek szelleme, ha nincs Fehérváron az Újházi Péter kiegyensúlyozott bölcs gondolkozása, amikor csak egy szóval odabök valakinek, és már tudja, hogy mit kell azon a művön javítani. Szóval nagyon-nagyon sok dolog függ ebben össze. Én erre tényleg büszke vagyok, hogy hozzájárulhattam ahhoz, hogy ez egy jó közösség lett, és hát generációk vannak benne. Ugye ez egy folyamat volt mindenképpen, és most megérkeztünk 2016-ba, először is azért, mert a Deák Dénes díjat ebben az esztendőben vehetted át. Ez én azt gondolom, hogy egy abszolút olyan elismerés, ami egyik oldalról, tehát már maga a neve Deák Dénes díj, tehát ez fontos. A másik, amiről viszont ennek kapcsán is beszélnünk kell, a Szent István Király Múzeum és a Városi Képtár Deák gyűjtemény összeolvadása. Ez miként érintett? Hát két dolog van. Először 2001-ben én vagyok az egyetlen, ez mondjuk bizarr dolog volt, aki kétszer kaptam meg a Deák Dénes díjat. Igen. 2001-ben ugye, amikor az a sikertelen igazgatói pályázat volt, és akkor is megkaptam, és akkor 2016-ban, amikor pedig tulajdonképpen ez egy nagyon logikus döntés volt, majdnem minden út létrejött, mikor a városok megkapták a volt megyei múzeumok fenntartási szerepét, akkor ne legyen két múzeum. Itt én azt reméltem, amiért mégsem éltem meg teljesen pozitívan, azt reméltem, hogy a megyei hatókörű városi múzeumban egy valami fajta szervezés, előkészítés, a rendszer jó kialakítása megtörténik először, és utána történik meg az összevonás. Na most ez nem történt meg, tehát elég rossz állapotában volt a múzeum, amikor mi oda csatlakoztunk fizikailag is az épületek, a közösséget tekintve, a vezetést tekintve, tehát nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Gondolkoztam is a új pályaválasztáson, de hát már kicsit öreg voltam hozzá, hogy ott hagyjam, meg nagyon szeretem a szakmát, és akkor előbb-utóbb rendeződött azért a múzeumban bizonyos módon a vezetés, és aztán így próbálunk, meg hát nagyon jó Izinger Katival dolgozni, és most szerencsére meghirdettettük Gertner Petra kolléganőnkkel, ment a Néprajzi Múzeumba dolgozni, hiszen ő neki kettő ilyen szakmája van, nem csak művészettörténész, hanem néprajz kutató is, és akkor van egy harmadik státusz, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy fiatal művészettörténész jól fog tudni Katival dolgozni. Bizakodó vagyok én magam is, és a végén jöjjön egy rendhagyó idézet tőled, még elolvastam én a Spanyol Nátha Portát. Jó.
azt írod, és azt mondod ebben, hogy mindig különös érzés egy kíváncsi másik ember szemén átlátni a 20. század magyar festészetének ezt a mindegy 500 darabos, 18 szobát és termet betöltő anyagát. Más nem sem akarta vállalni, így le is mondtam róla, hogy ebből valami lesz. Most mégis. Nagyon érdekes adalék a Deák gyűjtemény sorsáról, hiszen megismerhetjük benne elsősorban, igen, hát az elmúlással kapcsolatban a Deák gyűjteményt. Most ennek kapcsán én szeretném mondani, hogy én bízom benne, hogy ez a fantasztikus múzeum, a Deák gyűjtemény soha nem fog elmúlni. És egy kérdés maradt a végére. Miként fogadtad az elismerést? Amikor megkapja az értesítést valaki, hiszen ez a legrangosabb kulturális díj Székesfehérváron. Ahogy mondtam az elején is, nem, egyáltalán nem is. Én magam is sajnos kevés embert terjesztek fel kitüntetésre. Nem ezt a részét tartom a legfontosabbnak, a megbecsülésnek, hanem a közönség. Szóval én szeretem a vendégeket és a közönséget. Szeretek tárlatot vezetni, és szeretem felkelteni az érdeklődést a művészetek iránt. Olyan emberekben is, akiben előtte nem volt. És nekem azok a kitüntetések, amikor ezek megtörténnek, valakiben kinyílik valami. Úgyhogy nem vagyok kitüntetéspárti, pláne, hogy gyakran megosztó. Én egy dologban reménykedem, hogy az én kitüntetésem miatt talán senki nem fog bosszankodni, és nem fogja azt mondani, hogy hú, a másik sokkal jobban megérdemelte volna, és miért adják, úgyhogy hogy emiatt majd meglátom az emberek szemében, ha gratulálnak, vagy nem gratulálnak, hogy akkor mit gondolnak, és akkor szerintem akkor fogok igazán örülni. Biztos. Amikor így a hétköznapi emberekkel, a látogatóinkkal, akikhez egyáltalán eljut ez a hír, jönnek szembe. Kaptam egyszer egy nagyon nagy díjat. Mikor 16-ban összevontak bennünket, akkor jött egy hölgy az utcán, és egy gránátalmát kivett a kosarából. És azt mondta, hogy hát sajnálja, hogy ez történt, hogy én most már nem vagyok az intézmény vezetője, és ez az ő díja. Szóval, hogy ezek az emberi gesztusok, majd meglátjuk, hogy tényleg másokban milyen örömet okoz. Anyukámnak nagy örömet szereztek vele. Nekünk is, és gratulálok még egyszer, és emellett akkor legyen sok-sok gránátalma, csak ne a távozásod okán. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szűcs Erzsébet művészettörténész volt az idei székesfehérvári Prokultúra díj kitüntetettje. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!